A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ebben a beszélgetés sorozatban a közgyűlés tagjaival, a képviselőtestület tagjaival igyekszünk egy kicsit áttekinteni az idei esztendő terveit, már az elfogadott költségvetés tükrében. Stúdiónk vendége Lerner Zsolt, alpolgármester. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Alpolgármester úr, ugye mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszak az minden szempontból, hogy visszanézünk akár a tavalyi évre, vagy akár a tavalyi előtti esztendőre, hogy nem várt kihívásokat tartogatott. Elég, hogyha a Covid-ra gondolunk, vagy akár ugye a háborús inflációra és a gazdasági helyzet azért mondhatni igen sok kihívást tartogatott. Valóban, tehát 2020. februárjában világszinten megjelent a Covid. Ez ugye begyűrűzött szépen Európába, így Magyarországra, és természetesen a magyar iskolák, közélet, illetve a magyar emberek életébe is, és hát 2020-tól egészen 2020-on, hát mondhatni háromig egy ilyen tűzoltás volt, egy válság menedzselés volt a gazdaságban is, meg azt gondolom az intézmények életében is. Számos új dolgot, illetve amit később próbáltak bevezetni, vagy terveztek bevezetni, azt azonnali megoldásként kellett alkalmazni, és hogy ne csak a pénzügyekről beszéljünk, akkor például itt van az oktatás megoldandó, online oktatás megoldandó, ugye, amit gyakorlatilag 3-4 nap, 5 nap alatt. Körülbelül annyi volt az átállás, igen. Már a saját életünkből és a kisgyermekem életéből, hogyha felidézem, akkor kb. Ennyi volt az átállás. Mondhatjuk azt, hogy ön a piaci szférából, a piaci területről érkezett. Ott a válságmenedzsment azért azt gondolom, hogy nem állt távol öntől sem. Ezt most az önkormányzaton is megtapasztalhatta. Így van, tehát ott gyakorlatilag akár önkormányzati szféráról beszélünk, akár piacról, válságmenedzsment az mind olvásságmenedzsment, tehát a megoldásra kell törekednünk, és a lehető legjobb megoldásra, ami win-win szituációt eredményez. Én legalábbis azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, ahol nem csak az egyik fél, hanem gyakorlatilag tudjuk, hogy miért tesszük, és azt is tudjuk, hogy a másiknak is azért jobb legyen, vagy később jobb legyen. Mondhatjuk azt is, hogy az önkormányzat gondoskodásaként folyamatosan azért előre menekült, ha fogalmazhatok így ebben a helyzetben, és azért egyfajta stabilitásra mindenképpen törekedtek? Természetesen a stabilitás és a kiszámíthatóság, még ebben a kiszámíthatatlan helyzetben is ez első értékű és elsődleges szempont volt. Hogy látja egyébként a gazdaság szereplői, a gazdasági szféra itt Székesfehérváron, hogyan élte túl ezt a helyzetet? Mert azért mondhatjuk azt, hogy nem csak hogy túlélte, hanem az elvártnál jobban teljesített, és hát nyilván ez az önkormányzatnak is egy fontos bevételt generált. Így van, természetesen. Tehát nyilván voltak áldozatok, tehát itt a Covid ideje alatt ugye azért az önkormányzat is a maga eszközeivel segítette a vállalkozásokat, a más nem mondom turisztikát, vendéglátást, egy programot indítottunk el, természetesen a szociális szférában is segített az önkormányzat. Nyilván ezek az önkormányzatnak a terhére, illetve az önkormányzati forrásokat igényeltek. Majd az energiaválság az azért, ahogy elnézzük, azért az nagyobb kárt tett mondhatni ezekben az ágazatokban, tehát azért, de akkor is én azt gondolom, hogy úrrá leszünk rajtuk. Bevételeket tekintve 20,2 milliárd forint volt ugye tavaly az iparűzési adó, és 2,4 milliárd forint pedig
Az építményadó bevételünk 54 millió forint volt az idegenforgalmi adó. Hát, ha nem lett volna a KKV szektornak a felezett adója, akkor gyakorlatilag ilyen tavalyi év az már a 2019-es COVID előtti időszakot súrolja, tehát meg lett volna. Akkor mondhatjuk azt, hogy az a komplex intézkedés csomag, amit akár az önkormányzat, akár ugye a kormányzat összeállított erre a kritikus helyzetnek a kezelésére, az gyakorlatilag azért meghozta a várt eredményt a vállalkozások számára is, és ezáltal ugye a város számára is? Mondhatjuk, igen, igen, határozottan a városnak a gazdasági ereje jó, sőt, tovább nőtt. Az első negyedéves, első négy hónapos számuk alapján a nagy adóbefizetők azok továbbra is egy perspektívikus és egy dinamikus fejlődésről számolnak be. Mit kell tudni az idei év költségvetéséről? Azt tudjuk ugye, hogy stabil, de ön hogyan látja ezt, hogyan értékeli? Stabil, nagyon óvatosan terveztünk. Nyilván úgy terveztük meg az idei költségvetést, hogy a legrosszabb verzió legyen így a kiadások tekintetében is, főleg így az energia kiadásokra gondolok. Tehát ez fontos, a legmagasabb áron terveztük meg az utolsó negyed év távhőgáz, villamosenergia. Tehát általában ezt jósolja a piac is, illetve hát ezt mutatja a piaci elemzők is, hogy sajnos ott megint lesz egy elég lendületes energiaár növekedés, és még nyáron is még ezt megelőzően, de ezt így datáltuk, és reméljük, hogy így is lesz. Mit kell tudni, hogy minden mellett azért fejlesztésekre is jut majd forrás, hiszen vannak olyan fejlesztések, amik ugye áthúzódnak, elég, hogyha például a multicsarnokra gondolunk, de ugye van egy komplex oktatási program is, hogyha már az oktatás szóba került, hiszen az intézmények felújítása az nem áll meg, sőt az Ibli, régi Ibli iskola épületét is sikerül megmenteni. Ezek ilyen fontos előrelépések, mondhatjuk ezt? Így van, fontos előrelépések, és ez nyilván a jövőbe fektetett dolog, nem csak úgy, mint iskola, hanem úgyis, mint energia és energiakorszerűsítés, tehát 15 iskolának az energia felhasználását, illetve az energiakörnyezetét korszerűsítjük, ez nyilván megmutatkozik majd a számokban. Napokban indul el a közvilágításnak a LED csereprogramja, tehát ugye volt egy lakossági LED csereprogram, ami majd ősszel folytatódni fog, vagy legalábbis egy második üteme lesz, és most a Városgondnokság pedig megkapta az első pár száz lámpatestet, LED-es lámpatestet, és ezt október végére gyakorlatilag befejezik, ez több milliárd forint megtakarítást jelent, majd például az energiaszámlába, a villanyszámlába, de az iskolák ugyanígy mennek, és ott is egy jelentős megtakarítás lesz, azért bízunk benne a rezsiszámlákban majd. Így van. Igen. Ugye említettük azt, hogy az iskola felújítások folytatódnak, de hát ezt mondhatjuk azt, hogy a középiskolai kampuszprogram átalakult, és több intézményt is érint majd. Így van. Vasvári Pál gimnáziumot fogja érinteni egy bővítéssel. Akkor itt a szomszédban ugye a Tóparti, már javában zajlik a Tóparti gimnáziumnak a felújítása. Igaz, hogy nem a kampuszprogram, de a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Gimnáziumnak a felújítása. Most már külső felújítást tartnak, tehát szépen mennek együtt. Hát ott ugye egy komplex csarnok is elkészült. Így van, igen, igen, egy komplex tornacsarnok, amit szerencsére sikerült átadni, és a gyerekek birtokba vehetik, sőt, mi több, ugye, mint Énekzene Általános Iskola, egy kórusteremmel, egy próbateremmel is bővültek, ami nagy szüksége volt rá a gimnáziumnak is, és
az általános iskolának és a művészképzés ének képzés területén. Ugye ez elhangzott, hogy fontos, hogy ezeknél a beruházásoknál már az energetika szempontjából korszerű megoldásokat alkalmazzanak. Ez egyébként minden ilyen fejlesztésnél így van, illetve áttekintik-e az épületeket, hogy hol van mód arra, hogy mondjuk például napelemeket helyezzenek el, ez így prioritás most? Abszolút, abszolút, természetesen, tehát ez egy elsődleges prioritás. Egyrészt a födémek elbírják a napelemeket, de ez hogy energetikailag korszerűsítsük a közintézményeinket, akár legyen a szociális intézmények, tehát ez mindenféleképpen idős otthonok elsődleges szempont. Ugye ön a kulturális területért is felel, igen, így Székesfehérváron. A programok kapcsán mennyire érződik a programokon az, hogy azért csak egy fajta válsághelyzet van, hogy takarékosan gondolkodnak a programmenetrend összeállításánál, ugyanakkor hát nyilván a közösség részéről van is igény arra, hogy azért mégiscsak legyenek programok. Ez nyilván nehéz kisakkozni egy ilyen helyzetben, hogy mi az, ami meg lehet tartani teljes körűen, mi az, ami biztosan csorbulni fog. Igen. Ez valamelyest a napok számát nézzük, például nemrég ért véget ugye a kortárs művészeti fesztivál, az régebben egy hetes volt, öt napos volt, most három napba sűrítettük be, de gyakorlatilag nagyon színes program volt. Én a harmadik nap végére tudtam kimenni, ugye külföldön voltam, és láttam, hogy akkor is nagyon sokan voltak kint, tehát nagy öröm volt ezt tapasztalni, és mind a résztvevőkkel, szervezőkkel beszélgetve mondták, hogy egy kifejezetten jó sikerült hétvége volt, és az idő is szerencsés volt. De ugye mondhatjuk a királyi napokat is, ugye most idén augusztus 13-ától 20-áig fog tartani a királyi napok, egy hetes lesz vasárnaptól vasárnapig, régebben ez több nap, de ugyanúgy a fesztivál az meg lesz tartva, a Néptánc Fesztivál. Meg hát lesznek középkori forgatag, és azért lehet majd számolni. Középkori, akkor bábok, királyi bábok felvonulása, óriás bábok felvonulása, sőt ezt a nyár folyamán hétvégenként, ha az idő megengedi, időjárás megengedi, akkor ezt továbbra is folytatjuk, és azért nem felejtsük el, hogy két nagyszerű és egy nagy kiállítás is érkezik a városunkba. Egyrészt a hadtörténetinek a kis kiállítása, ami azért augusztus 15-én meg is nyit majd. Pontosan, és itt kincsekről van szó, tehát hadi kincseinkről, tehát gyönyörű, a prospektus alapján hát egy rendkívül értékes kiállítás lesz. Meg egy izgalmas válogatás, amit nem láthattak így eddig. Így van, igen. Tényleg a legjobbat hozzák Fehérvárra. Tehát azért lesznek izgalmas, igen, elemek, lesznek új kezdeményezések, igen, elég, igen, hogyha a régi színházra gondolunk itt így a nyár idején, azért van, az igen, is egy igen, ilyen kuriózum. Magyarországon nem volt még ilyen, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok én is. Szóval, hogy azért így lesznek programok, ugyanakkor mennyire lehet már számítani arra, hogy megint azért a nyitvatartás vonatkozásában a rezsiköltségek majd meghatározzák ezeknek a kulturális és közművelődési intézményeknek a működéseit? Azért gondolom fejben már ezzel számolnak. Igen, én nagyon bízom benne, hogy nem kell épületeket most téli szünetre küldeni, vagy téli szünetet tartani épületekben. Én nagyon bízom benne, az ugye későbbiekben a lelkekben is meg nyomot hagy, tehát azért azt le tudjuk, hogy a kultúra az mennyire, a közösség az mennyire jelentős, hogy a napjainkban, mindennapjainkban jelen legyen. Igen, ugyanakkor azért újító megoldások is születhetnek, hiszen, hogyha belegondolunk, a Városházán nagyon népszerű volt a 12 dühös ember előadása, tehát azért a kényszer szül olyan vállalkozásokat is, amik nem várt sikert hoznak. Igen, mert úgy nem a színházat zártuk be, hanem magát a színház épületét zártuk be, ez szintén a rezsikiadások miatt, és ugye ott is elindult egy nyílászáró programcsere, ami megint csak jelentős megtakarítást hoz majd, illetve egy LED égőcsere a színházban, ami már szintén megtakarítást hoz a kiadásokban. Tehát azért tényleg így mindig megpróbálunk rá válaszolni és választ adni az ilyen új kihívásokra, nem megpróbálunk, hanem adunk
a kihívásokra választ. Végezetül pedig azért a 2023-as esztendő kapcsán, meg az elfogadott költségvetés kapcsán, hogyha összegezni, hogy mit vár ettől az esztendőtől a polgármesterként itt Székesfehérváron? Hát továbbra is virágzó kultúrát, sok-sok programot, azt mindenféleképpen, hogy legyen a közösségnek egy ilyen alkotó ereje. Tehát ez nagyon fontos, hogy érezzük azt 100 000 plusz még, akik ugye fehérvárinak vallják magukat, de tulajdonképpen a környező településen, agglomerációban élnek, hogy jó bejönni a városban, jó dolog kulturális programokban részt venni, programokon részt venni, akár aktív program előadóként és befogadóként is, a másik pedig egy kiszámítható gazdasági évet. Ezt kívánom, tehát, mert az a meghatározás, az az alapja mindennek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Köztér Extrával természetesen holnap is várjuk majd önöket itt a Fehérvár Televízióban. Ezt a beszélgetést csak úgy, mint a többi beszélgetésünket visszatekinthetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, szép estét, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.